A Magyar Kézilabda Szövetség a sportág infrastruktúrális feltételeinek javítása érdekében indított el állami támogatású programját, melynek célja, hogy az utánpótlás nevelés érdekében kézilabdázásra alkalmas pályák létesüljenek országszerte. Erre a lehetőségre nyújtott be sikeres pályázatot a Kiskörösi Önkormányzat, aminek köszönhetően egy közel 70 millió forintos beruházás valósulhatott meg a városban. A sportfejlesztéshez az önkormányzat biztosította a területet a szabadidőparkban, mely munkálatok teljes lebonyolítását a műszaki átvételig a Magyar Kézilabda Szövetség koordinálta. Az országban azt hiszem 74 ilyen pályát helyeztek el kültéri kézilabda pályaként. Ugye kiskörösen a kézilabda egy nagyon. Uh, eredményes és sikeres sport. Uh, azért gondoltuk, hogy erre nagy szükség van, mert a COVID idő alatt uh, nekünk komoly gondjaink voltak a kézilabdások elhelyezésében, és, uh, és hát uh, az, hogy ők uh, vidéki városokba menjenek pályát bérelni, mert nincs, uh, tenisz, uh, nincs uh, kézilabda uh, csarnokunk, az, az egy nehezen megoldható kérdés, így aztán egy kültéri kézilabda pálya annak ellenére, hogy most már tudjuk, hogy a kézilabda igazából terem vált. A szabvány méretű 22x40 méteres kézilabda pálya utánpótlás kézilabda bajnoki mérkőzések lejátszására is alkalmas, valamint jól szolgálja majd a sporták terem és pályagonjainak kezelését az edzések tekintetében mondhatom azt, hogy ez egy versenypálya, tehát itt meccseket is lehet ledelegálni hivatalosan megépített palánkkal, labdafogóhálóval, és hát ezzel a speciális műanyag borítással, ami ugye mi ne hozzáértők nem vagyunk, de kültéren az egyik legjobb borítás állítólag a mai kornak megfelel. A játéktér úgynevezett öntisztító rendszerű műanyagborítást kapott, ami csúszásmentes, lyukacsos, így a csapadékvíz elfolyik róla. A pályát elsősorban a kézilabdaklubok használhatják majd, és a fennmaradó időben a lakosság számára is megnyílik erre a lehetőség. Ami nagyon fontos, hogy ki kell, hogy írjuk a házi rendet, amint tudjuk az edzők igényeit, annak megfelelően Írjuk a házi rendjét ennek a pályának, de ami még nagyon érdekes, hogy amint levonultak a kivitelezők, a fiatalok azonban a birtokba vették, és óriási örömmel használják elsősorban a focisták. A közeljövőben tehát a kézilabda klubokkal történt egyeztetések után kiírják a házi rendet, és amennyiben nincs edzése a csapatoknak, akkor bárki sportolhat a játéktéren. A polgármester kiemelte, hogy a közcélú sport használat során mindenki ügyeljen a pálya állag hogy hosszú távon tudja szolgálni ez a beruházás a város sport életét.